India egyszerűen varázslatos, hihetetlen, furcsa, szörnyű, és rengeteg jellemzőt lehet rá mondani. Ez most az első nappalunk itt Indiában, úgyhogy ezért még nagyon bátran sapka nélkül vagyok, meg szemüveg nélkül, mert ugye egyszer rám szóltak az egyik vlognál, hogy vegyem már le a szemüveget, mert mekkora bunkó vagyok, hogy napszemüveggel beszélek. Hát egyébként azért beszéltem akkor is, mert elviselhetetlen a fény. Na most ez a fény azért nagyjából elviselhetetlen, úgyhogy azért még csak elnézést sem fogok kérni, hogy napszemüvegben leszek a későbbiekben. De majd sapkát is veszek, mert szóval belőlem nem fog látszani igazából semmi, de Indiáról fogunk beszélni, és a szertartásokra visszamegyünk egy nagyon picit. Szertartásokra azért, mert most voltunk egy mesternő, aki a szertartást fogja csinálni holnap. Ez egy Buddha szertartás, nem tudom a pontos nevét, van még valami hozzá. Az a lényeg, hogy valamilyen védelmet ad, meg levesz valamilyen rossz dolgot, és az a lényeg a szertartásokban, hogy persze ez egy ajurvédikus, vagy egy buddhista, vagy nem is tudom pontosan milyen szertartásról van szó, ezeket majd pontosabban megtudjuk, de az a lényeg, hogy mindegy, hogy melyik vallásból vannak a szertartások, nem kell hinni benne. Ugyanis logikusan meg lehet közelíteni ezt az egészet, az egyik, hogy ha a szertartásnak van értelme, akkor is fog hatni rád, amikor nem hiszel. Ha nincs értelme, mert átverés, akkor ha megcsinálod, sem fog ártani. Tehát igazság szerint pont annyira részt lehet venni, mint venni egy mozijegyet, és beülsz a moziba, és megnézel bármilyen filmet, ami vagy igaz, vagy nem igaz. A kérdést nyitva hagyom, hogy én hiszek-e ilyenbe, vagy sem. Rengetegféle vallásnak a szertartásán részt vettem már, és részt is fogok venni. Egyszerűen érdekesek, és rettentő sok dolgot meg lehet tanulni abból, hogy a modern világban, a hétköznapokban, Európában, akár Magyarországon mit lehet csinálni az üzleti dolgaid mellett, hogy az üzleted jobban menjen, mondjuk, vagy a párkapcsolatod jobb legyen, vagy bármi. Tehát a szokásos téma, egészség, párkapcsolat és üzlet, bármelyik szóba jöhet. Tehát ezekből a szertartásokból, amit most így hirtelen meg lehet tanulni és meg kell jegyezni, az az, hogy nyugodtan vegyél részt különböző rituálikon, mert ha valóban erős, anélkül, hogy te hinnél benne, vagy anélkül, hogy bármit csinálnál, akkor fog hatni rád, ha pedig nem ér semmit, mert egy turista átbaszás, akkor meg nyugodtan részt vehetsz, mert remek képeket csinálhatsz róla, fotókat, videókat mesélhetsz, lesz egy élményed, és úgysem volt célja, hogy hason, úgyhogy ártani sem fog részt venni, tehát nagyon jó program. Folytatjuk tehát a készülődést a szertartással, most megvolt egy ajurvédikus asztrológiai felmérés, ebből tudja a mester, hogy a szertartás az milyen legyen, mi az, amire hason, bár szerintem ugyanaz a szertartás lesz így mindenkinek, de akkor is van egy képünk arra, hogy nekünk is van egy képünk arra, hogy mit céloz meg a szertartás. Ezt azért nem publikálom, mert ebben rengeteg személyes információ van. Érdekes az egész dolog, nagyon érdekes, amiket mondtak, és nagyon, nagyon passzolnak, persze az ilyenek mindig passzolnak, de itt vannak különböző kontrollpontok, és ezeket a kontrollpontokat ők betartották, ezért nekem még hiteles is, amit mondtak. Tehát részt vettünk az asztrológiai felmérésen, és ez szerint már tudja mester, hogy milyen lesz a rituálé. A rituálénak viszont vannak eszközei, ilyen eszközök például a ruházat. Most megyünk venni, a nőknek szárit kell hordani, a fiúknak kurtát.
De a lényeg az, hogy ezek a ruházatok, a kinézet, a különböző festések, az illatok, a füstök, mind-mind olyan eszköz, ami a rituálét megerősíti, ettől lesz rituális valami, és attól, ami az asztrológiai felmérésben volt, hogy tudjuk, hogy mire akarjuk, hogy hasson ez az egész, tudjuk a célját, megvannak az istenségek hozzá, tehát a megfoghatatlan, de olyan erőkkel felruházott dolgok, amelyekkel mi nem rendelkezünk, tehát ez fontos minden ilyen spirituális rituálénál, pontosabban a rituálénál. Na, ezeket összeszedjük, holnap reggel fogjuk csinálni magát a rituálét, ami 3 óra lesz, 3 részből fog állni, majd erről lehet, hogy bővebben is beszélünk, és 3 órán keresztül ebbe a tűző napon fogunk állni. Ha más nem, ez is biztos fog hatni ránk, de az összes többi is, mert az egy kicsit elárulom, hogy nem az, hogy hiszek ebben az egészben, hanem látom a logikus lépéseit, hogy hogyan hathat az emberre, és ezeket a logikus lépéseket fogom majd rávetíteni a későbbi vlogokban, és átadni nektek, hogy hogyan segíti az életeteket, anélkül, hogy bármiféle vallást, vagy bármiféle ideológiát követnétek. Tehát nem számít, hogy van Isten, vagy nincs Isten, nem számít, hogy milyen pártrendszer van éppen az uralmon. Mindenképpen hasznos lehet az emberre, a szervezetre foghatni, a gondolkodásra, és természetesen élményszerűen az érzelem világra. És a prémium vlogban majd nézzétek meg a rituáléről, a hétköznapi rituáléről szóló részeket is, tehát folytatás következik, holnap folytatom ezt a vlogot.